Na hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más fogunk csinálni, mint Herobrine-t, azaz kedves Herobrine-t fogjuk megkeresni. Igen, jól hallottátok, kedves Herobrine-t, aki elméletileg nem lesz gonosz. Bár én ebben nem nagyon hiszek, ugyanis mindenki tudja, hogy Herobrine alapból egy gonosz teremtmény, akit ugye Notch a pokolba száműzött. De amivel ez egy kedves Herobrine, ezért úgymond a sima Minecraft világban van itt egy kastélya, és ugye hát oda fog majd vezetni az iránytünk, és őt szeretnénk megtalálni, és azért mégiscsak kideríteni, hogy mi az ábra, vagy úgy mégiscsak kedves-e, vagy nem kedves. Szerintem ez titeket is érdekelne, hogy egy Herobrine hogy lehet kedves, mert értitek, nem tudom, hogy magában az, hogy Herobrine, amint kimondom, ez már egy ilyen nem tűnik túl aranyosnak, vagy nem tudom, tehát így nem mennék oda, hogy így értitek, van az a pillanat, amikor ott egy macska, és így azt mondod, hogy jaj, de cuki, vagy nem tudom, ott látnék egy Herobrine-t magam előtt ilyen fehér szemekkel, nem mondanék ilyet, hogy jaj, de cuki, hanem hogy így, hogy értitek, így menj már innen, vagy valami. Na, de mindegy, akkor gyűjtünk is egy kis cuccot, és megpróbáljuk megkeresni, megpróbáljuk megtalálni, és elsősorban kikérdezni, hogy mi a helyzet, miért? Tehát, hogy te miért vagy kedves, a másik Herobrine miért nem kedves, stb. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a sors. De akkor ugye csinálunk alapból egy kardot. Azért mégiscsak én Herobrine, bármiféle Herobrine-ról van szó, én nem szívesen találkozom vele kard nélkül, és csinálok egy csákányt, és amivel már nagyon sokszor megszívtuk, hogy nem csináltunk baltát, ezért most csinálok egy baltát is. Nagyon jó. A cuccokat gyors akkor így elrendezem. Na várjatok, ez most nekem így mindig ilyen kis izé. El szokott telni egy kis idővel, hogy elrendezem normálisan a cuccokat, de így most tökéletes. Na, induljunk is el az iránytűnek az irányába, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a sors, milyen aranyos nyúl van már itt, halljátok nekem. Én amúgy mindig is akartam egy ilyen nyullal több időt tölteni, mert nekem soha nem volt házi nyulam. Amúgy ott is van a kastély, ez tök közel volt. Szóval nekem soha nem volt házi nyulam, így való életben, de mindig is akartam úgy, nem tudom, úgy több időt tölteni, mert láttam már oké, egyszer egy házi nyulat, vagy kétszer, de az mindig úgy volt, hogy egyszer megsimogattam, aztán annyi volt. Tehát, hogy így, nem tudom, így mégis csak érdekel, hogy a házi nyulak azok milyen, hogy viselkednek, milyen aranyosak, vagy minden. Hogyha srácok vagy lányok, valamelyikőtöknek van házi nyula, ugye hát rendes nyula, akkor az mindenféleképpen írja le kommentbe, hogy milyen. Értitek, hogy milyen. És ott van Herobrine, ott ül a trónon. És itt az óri, szerintem lát engem. Hello, várjál, integetünk neki. Hello. Integette, jó. Hó, mi van ideírva. Kedves Herobrine, titkos birodalma. Aha, oké, rendben van. Miket csinál? Ott egy kép, igen. Mi ez? Na várjatok már, ott van Mort. Az ott jól látom, hogy Mort? Igen, az ott Mort. Mi van odaírva? Hello Herobrine, szia! Ugye nem baj, hogy bejövök, hello! Mi van odaírva, várjatok? Mort ketrece. Miért van Mort ketrecben? Lol, mik derülnek itt ki? Ne menj a közelébe, léci. Oké, rendben van, üdvözöllek kedves Herobrine. Ugye te jól hallottam ugye a beszédeket, vagy az ilyen mondásokat, hogy te kedves vagy, és ugye nem vagy gonosz, ugye? Igen? Jó, rendben, nem. Most mi, igen, kedves vagy? Kedve, jó, mindegy, leírja inkább, az úgy tényleg egyszerűbb lesz, hogy megzavarodunk. De amúgy, mi van? Mort, szia, hello, szia Mort. Nem engedi neki, hogy beszéljünk. Nem vagyok gonosz, de Herobrine, akkor miért van Mort ketrecben? Ez nem túl kedves dolog, hogy egy állatot így tartasz ketrecben. Főleg Mort, aki tök aranyos. Szia Mort, hello. Várjál, nem figyel. Ne, bocsi, nem akartam, nem láttál semmit, mert furfangos, aha. És hát, ne azért mondom, de nem tudnád kiengedni, mert én Mortal amúgy alapból jóba vagyok. Nem tudom, hogy vagy vele, de Mort szerintem alapból nem egy gonosz teremtmény, hogy őt ketrecbe kéne tartani, vagy bármi. Milyen király gyémánt kardok vannak itt amúgy. Azta, mennyi gyémántod van, hallott Herobrine, te aztán tényleg tele vagy. Aztán nem mondhatod el magadra, hogy csóróság van, vagy bármi. Azért komoly. Három próbát kell megcsinálni, és akkor kiengedem. Ó, jaj, ne. Mondhatom az elsőt. Mondja nyugodtan. Srácok,
Remélem tudjátok ez mit jelent, mindig... Oh, szia, szia, hello, hello, tessék, tessék, gyors, gyors, áh, ne, 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 írom rá, nyugi, csak kapott egy kis kaját, na, ettől nem lesz baja. Keres három ládát, aha, hol keresem azt a három ládát, na, szóval közben, várjál, Mort, mindjárt, szóval ugye elmondom nektek, hogy, ugye ez a mesékben szokott így lenni, hogy ugye három próbát ki kell, és akkor lehet egy kérést a királytól. Vár körül, tehát vár környékén kéne. Itt egy kuka. Hú, de jó. Hallod, valaki lopja a gyémánt blokkjaidat, Herobrine? Gyere, 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 gyere. Ha, ne vár! Ne! Jó, jó, nyugi, oké, keresem a ládákat, jó. Itt egy láda. Ebbe horgászba. Miket kell találni a ládákból, ezt nem mondtad el. Itt amúgy csak annyit mondta, hogy ládát kell keresnem. Hát itt a láda. Tessék, itt van akkor egy darab láda. Smaragd, ja, hogy akkor smaragdos dolgokat kell keresni, akkor ezt gondolom, hogy nem ahhoz van. Jó, akkor kéne kerestem olyan ládákat a vár körül, amiben gondolom cuccok vannak elrejtve. Ó, aha, nem, nem itt van, azt hittem, hogy itt lesz. Itt esetleg? Nagyon nem, jó. Oké, megpróbálom megkeresni, hogyha nagyon-nagyon nem fog menni, várjatok, ide közben írt nekem. Hogyha nagyon nem fog menni, akkor lehet, hogy majd megkérzem Mortot, azt lehet, hogy ő segíteni fog, ki tudja. Közben szegény Mort még mindig ott ugrál. Van kettő, mi ez? Van kettő segítség lehetőséged. Aha, jó, akkor ezzel én még spórolok, jó? Figyelj, figyelj, mutasd már, hogy maximum mennyitől lehet a vártól a láda. Tehát így érted, így kezdj el sétálni, és hogy így arra is lehet? Jó, hogy így errefele is lehet. Aha, de hát akkor ez nem is a vár közelében van, ez már a vártól tök messze van. Herobrine, találtam kettő, várjál már, három smaragdot kell találni, vagy három ládányi smaragdot? Mert ugye ez is kérdéses, mert most azért ne legyünk már átverve, vagy nem tudom hogy, és értitek. Na mindegy, Mortot kiszabadítjuk, srácok, ez most a cél. Három ládányi, oké, jó, rendben van. Várjatok már, arrafele nagyon mutatgat. Jó, Herobrine, nem kell segíteni, jó? Én meg tudom ezt magamtól is csinálni, errefele valamerre egy elintett. Van egy olyan érzésem, hogy nagyon rossz irányba megyek. Itt a hegyen? Talán itt a hegyen lesz? Aha! Aha! Itt is van! Itt is van! Jó van! Hát azért ez egy kicsikét árulkodó jel, hogy Herobrine, hogy így errefele ugrál, de mindegy, mindegy, ne, én nekem ez tényleg teljesen nem probléma. Utsó nagyon nehéz. Jó, rendben van. Jaj, megpróbáljuk megkeresni. Hát a vár közelébe az remélem, hogy nem ott lesz be... lol, hát megvan. Hát mi az, hogy nagyon nehéz? Hát Istenem, na várjatok. Gyors, felmegyünk oda. Így is van, és ugye ez az, így is van, jó. Megvan mind a három láda. Visszajövünk Morthoz közölni a jó hírt, meg akkor kedves Herobrine-nal is. Szia Mort, hello. Hogy próbál kiszabadulni. Lol, ki is ütött egy izét. Mort, Mort, figyelj, szia, mindjárt kiszabadítanak, nyugi, már az első, nyugi van, csak beszélek vele. Az első feladatot már megcsináltam, itt a három, vagy nyolc darab smarag. Jó, jó, gyere, 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 gyere. Jó, oké, nem figyeld, nem láttál semmit. Ja, Istenem, második, jó, mi a második küldetés, Herobrine? Ő is valamit ír kell, lol, tud írni. Mit írsz, Mort, gyerünk, írj, beszélj velünk. Herobrine milyen ideges, hogy nézi, hogy így nem. Jó, nyugi, Herobrine, ügyes voltál, de egy titok, ő valójában nem kedves, de hát ott van a felett, hogy kedves. Látod? Nyugi van, Mort, ki foglak tudni szabadítani, és akkor szabad leszel. Na, mondd a következőt, Mort, ne vizezz el magad. Mort, nyugi, nem kell megszöknöd, majd segítek, mindjárt kihozlak. Második, Aiki 10 zombie ellen. Úristen, közben itt a fél királyságot Mort széttrollkodja konkrétan. Jó, én kiállok 10 zombi ellen. Hú, milyen ötletem támadt. Hol itt a crafting table? Itt a crafting table. Hú, srácok, milyen ötletem támadt. Micsoda ötlet, na várjatok. Gyorsak kell lenni, nagyon gyorsak kell lenni, mielőtt még leszonolja a zombikat. Jó, oké. Jó, készen állok, mehet, kedves Herobrine. Hol van Herobrine? Várják ki, hogy kint kéne? Jó, jöhetnek a zombik? Nincs zombiaim. Mi az? Mi az, hogy nincs zombiaim? Lehet, hogy amivel ő kedves Herobrine, ezért nincsenek zombiai, vagy nem értem. Akkor ez a küldetés, ez így kimarad, vagy? Jó, rendben van, kimarad. Jó, rendben van, akkor egy küldetés kimarad. Nekem ez tökéletes. A következő feladatot, hogy szedj ki a tóból három halat. Jó, rendben van, ugye itt volt a horgászbot. Ez annyira talán nem lesz bonyolult. Abban reménykedek, hogy ebből a tóból tudok horgászni. És nem kell keresnem egy nagyobb tavat, mert nagyon jó, mondjuk ott van hátul egy folyó, ezzel nem lenne még annyira nagy gond. Meg remélem, hogy gyorsan fognak jönni a halak, mert
Amúgy alapból, ó, ő is neki állt horgászni, hát kedves Hero Brian, együtt fogunk itt horgászni a csodálatos LOL, eltűnt a izém, nagyszerű, hát itt együtt fogunk szépen itt horgászgatni, nagyszerű, hát kíváncsi vagyok, hogy ebből a kis tóból lehet-e halat fogni, egyáltalán, vagy ez mennyi idő lesz, vagy egyáltalán három halat ki lehet-e egy ilyen kicsike kis tóból fogni, hát mindjárt kiderül, lesztek a, ó, ott is van a kapásom, nagyszerű, egy hal megvan, jó, még kettő hal kell, srácok, hogy és akkor elvileg ez a feladat után ki fog szabadulni Mort, amit nagyon remélek, és akkor most három darab feladat helyett csak kettőt kellett megcsinálni, ami nekem pozitívum, legalább nem kell 30 percig szenvednem azért, hogy Mortot kiszabadítsuk, hanem elég három darab halat már csak kifognom, meg ugye öt darab, vagy nem, három darab ládát kellett ugye megtalálnom, ami ugye szintű pozitívum. Addig promo time, srácok, hogyha szeretnétek ugye Mindstar-os termékeket venni, ugye www.mcshop.hu, hogyha ugye szeretnétek a Mindside-on játszani velünk, akkor ugye www.mindside.hu, megvan a másik hal, és hogyha ugye érdekel titeket további content, amit úgymond én gyártok, akkor ugye a nagy csatornám ugye a PGT Dani, ahol amúgy ez a videó után kb. Pár, vagy premier után pár perc rá indul a következő ugye nagy csatornámon, akkor ugye azt is meg tudjátok nézni, és ugye van egy harmadik csatornánk, ahova szintú ugye kerülnek fel tartalmak, na de, nézzük, egy darab hal van, ne ütöges Hero Brian, mi az, mondjad, oké, megvan a három hal, de amúgy ő is dobott nekünk, de mindegy. Na, megvan a három hal, srácok, és lol, hogy szét lett szedve a kastély itt a három darab hal. Mort, hallod? Te nagyon el voltál, amíg nem voltunk itton, hát lehet, hogy tényleg jobb lett volna téged ketrecbe tartani, de mindegy, szabad vagy, gratulálok szívesen, nem tudom erre mit tudok mondani, legalább Mort kiszabadult, de komolyan szétszedte hallod a kastélyt, mindegy, én Hero Brian-ra helyedben távol tartanám minden Mortot. Köszi Dani, Hero Brian miatt tettem, olyan sokat voltam ott bent, jó rendben van, hát srácok, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak ebben a videóban, Mort megmenekült meg minden, én Dani voltam, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk 2 perc múlva a nagy csatornámon is, ott is lesz egy premiér. Sziasztok!